Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Bertalan László vagyok, és az Alfa TV most az erdő sűrűjéből jelentkezik. Az az igazság, ez nem egy tervezett adás, nem egy tervezett műsor. Ma arról fogok nektek beszélni egy néhány mondatban, hogy hogyan tudod a három új technikát, az agykontrolos három új technikát használni azért, hogy sikeresen tudj gombát gyűjteni. Az az igazság, hogy ma délután kezdődik a gomba szakellenőri tanfolyamon, ma lesz az első, az első gyakorlati napunk, itt a bűkbe fogunk majd, fogunk majd túrázni, és és hát az alapfokú tanfolyamot kezdem el most éppen. Viszont megbeszéltük a család, amivel délután kezdődik a tanfolyam, délelőtt még mi kijönnénk gombázni egy-egy gyorsan. És az az igazság, hogy jöttünk végig fel az úton, találkoztunk néhány, néhány helyi emberrel, jaj, közben nézem, csúszik a telefonom, nem csúszik. Jó, találkoztunk néhány helyi emberrel a faluból, és volt náluk, volt náluk gomba, és mondták, hogy hát itt már végig leszették. És ilyenkor mindig felmerül az emberbe a kérdés, hogy oké, okay, de akkor most nekem milyen esélyem lesz arra, hogy gombát szedjek, főleg amikor onnan jönnek le az emberek, ahol, ahova te éppen igyekszel. Hát onnan, hogy tudod, agykontrollos vagyis, van a három új technika. Először is, mi kell, mi kell ehhez? Hát ha nem végeztél agykontroll tanfolyamot, akkor nem biztos, hogy fogod érteni, amit mondok, és most tényleg azokhoz szólnék, akik végeztek tanfolyamot. Ugye a három új technika az, egy, az lényegében egy kiváltó mechanizmus, amit hogyha beprogramoznak, abba fog neked segíteni, hogy a pillanat tört része alatt egy mélyebb tudatszinte alfább állapotba kerülj, lényegében egy, egy ilyen mini transz állapot jön létre. És amikor ez a transz állapot létrejön, és érdekes módon ezt tudod csinálni nyitott szemmel is, szóval amikor ez a transz állapot létrejön, akkor sokkal jobban rá tudsz kapcsolódni arra, amit Jung ugye a kollektív tudattalannak hív, sokkal jobban rá tudsz kapcsolódni a, a belső tudatalattidra, sokkal könnyebben tudsz információt szerezni. Több okból használjuk a három új technikát. Az egyik többek között az, hogy tényleg ezt a mély tudatszintet nagyon gyorsan elért, és így, hogyha nincs annyi időd meditálni, mit tudom én, hogy 5 percet van, vagy, 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 még annyi se, ez a technika segít. A másik dolog, amivel segíteni tud neked ez a technika, hogy mondjuk parkolóhelyet talál könnyebben. Vagy hogyha vizsgázol, hogy könnyebben eszerbe jussanak a, a gondolatok, illetve a válaszok a vizsga kérdése. Én nagyon sokszor használtam különböző teszteknél, a, tudod, ilyen felelő, feleletválasztós teszteknél, és mindig bejött a három új technika. De a kedvenc alkalmazási területem, és ahol az egész családunk használja, a három új technikát az nem más, mint a gombászás. Um, mutatom az eredményt először. Nézzétek csak, milyen, milyen gyönyörű gombáink vannak. Most egy kosár gombával, gombával batyogunk lefelé a hegyoldalról, ott, ahol három gombász is jött. Tehát három különböző gombásszal találkoztunk. Mi a lényeg? A lényeg az, hogy amikor elindulsz gombát keresni, összeteszed a három ujjad, persze előtte be kellett programozni a technikát, tehát összeteszed a három ujjad, és intenzíven elképzeled az érzést, amit ad, amikor megtalálod a gombát. Legelőször is, amit szoktunk csinálni, amikor megvan a leges-legelső gomba, és itt jön egy kis furmányosság, amikor megtaláljuk a, 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 legelső gombát, nézd csak ez egy ilyen kalap darab, nézd meg milyen gyönyörű egész, ja, milyen gyönyörű egészséges, akkor, akkor nálunk mindenki megfogja a gombát. Tehát ha már van egy, akkor mindenki megfogja, megszagolja, hogy na ez lesz az a gomba, amit keresünk. Ez olyan, mint az eset tanulmánynál tudod, a referencia pont. Tehát megvan a gomba, és onnantól kezdve, amikor összetesszük a három ujjunkat, akkor a mentális képernyünkön, a képzeletbeli képernyünkön ezt képzeljük el, magát a gombát. Az, hogy ahogy megyek, erre a gombára hangolódok rá. Igazából az egész sztorihoz nem is feltétlenül kell transzállapot, ugyanis, hogyha valamilyen kép van a fejedbe, akkor ezt a képet fogja mindenhol keresni az elméd. Ez olyan, amikor eldöntöd, hogy piros autókat akar számolni az utcán, ha elképzeled a piros autókat, elkezded a piros autókat keresni, akkor főleg azokat fogod meglátni. Értelemszerűen meg tudod mondani, hogy hány piros autót láttál, de azt nem mondjuk, hogy hány kéket, vagy hány sárgát, mert annyira a piros van fókuszban. Amire érdemes ilyenkor gondolni, tényleg az a gomba, ami szezonálisan előfordulhatott, vagy nagyobb tömegbe lehet, tehát azért persze ismerned kell, amit le akar szedni, és ennek a képét képzeled el. És a három új technikát használva hagyod, hogy a megérzéseid vezessenek. Nagyon sokszor, mikor megállok, be is hunyom a szemem, és arra gondolok, hogy melyik az az irány, erre induljak el. Ha én gomba lennék, merre nőnék. És akkor van egy érzés, ami ugye az esettanulmányokat is kíséri, amikor sikeres találatod van, és elindulok arra felé. Nagyon sokszor az esetek 70%-ában a gomba tényleg ott lesz. A másik, sokszor előfordul, hogy odaérek, a gomba nincs ott, de ahogy elfordulok, arról a helyről fogom meglátni majd a gombát. Például nagyon sok gombát így, így találtunk meg. Szóval, nem számít, hogy a környékeden leszették a gombát, vagy sem, mert hogyha ismered, Öm, akarod tudni, és a legfontosabb, nagyon nagy érzelmi kötődésed van hozzá. Nekünk a gombához nagyon nagy van, lánunk ez ilyen családi hobbi, és imádjuk, meg imádjuk kint lenni a te imádunk kint lenni a természetbe. Szóval, három új technika, használt, hangorozás is az eredmény, Hát figyelj, még most kezdődik a délutáni gomba szakértői tanfolyam, de én ma már egy telegombával, tele gombával, tele kosár gombával fogok hazamenni. Szóval jó pörkölt lesz belőle, meg szerintem szárítani is fogunk belőle, szóval csodás napunk lesz. Én is kívánok neked csodás napot, gyakorold a három új technikát, ha kell programozd be újra, és ügyesen, egyre jobban. Sziasztok!